Többé már nem csak akciófilmekben fordulhat elő, hogy milliárdokat lopnak a bankokból a hackerek, folynak az egyeztetések a görögök és Európa többi része között, itthon viszont a holnapi Putyin látogatással kapcsolatban kiszivárgott részletek izgatják jobban az embereket. Körülnéztük, hogy ebből mi csapódott le a tőzsdén, a devizapiacon, és még egy árupiaci kitérítést is teszünk a magro.hu szakembere segítségével február 16-án délután 1 óra után pár perccel a privátbankár.hu élő híradójában. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Példátlan banki lopásra derült fény az Interpol, az Europol és a Kaspersky lap közös munkája alapján. Világszerte 1 milliárd dollárt lopott el több pénzintézettől két év alatt egy nemzetközi hacker csoport, amely ráadásul még jelenleg is aktív. 2013 óta megközelítőleg 100 bank és más pénzintézet ellen intéztek online támadást 30 országban, ezeket a képernyőn láthatják. A trükk az, hogy nem az ügyfeleket támadják, hanem banki alkalmazottak gépeire jutnak be. Észrevétlenek maradnak a banki rendszerekben, lassan is megfontoltan haladnak, és egyszerre csak banki szemmel nézve kisebb összegeket nyúlnak le. Olyan is előfordult, hogy készpénzkiadó automaták fölött vették át az irányítást, összeállításukban pedig arról is olvashatnak, hogy mik a jelei annak, hogy a Carbanac nevű csoport betette a lábát a rendszerbe. Az euróvezet pénzügyminiszterei, jegybankárai és az Európai Bizottság tagjai ezekben a percekben is folytatják Görögország adósságtörlesztésével kapcsolatos tárgyalásaikat a görög kormánnyal. A piaci szereplők úgy számolnak, hogy hamarosan megállapodás születhet, erre égető szükség is van, hiszen a görögök pénze hamarosan elfogyhat, és az euróra nehezedő nyomás sem tesz jót a többi tagállamnak. Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter viszont minden esetre rendkívül szkeptikus. Nem sok esélyt ad annak, hogy még ma egyesség születik. Ma egyébként az Egyesült Államokban zárva tartanak a piacok, az elnökök napját ünneplik, a forgalom ezért alacsony a tőzsdéken. Az ukrajnai tűzszünet úgy, ahogy működni látszik, bár biztosan igencsak törékeny. A görög tárgyalásokról eddig nem érkeztek különösebben jó hírek, így az európai tőzsdék többsége esik. Jelenleg a frankfurti DAX Index 3,1%-os mínuszban van, a BUX-nél nagyobbat tanyált, 1%-ot csökkent az index, ami a devizapiacokat illeti. A forint bicskája ismét beletölt a 306-os euró árfolyamba, hiába jött pénteken kiemelkedő GDP adat a magyar gazdaságról, most is inkább 307 forint környékén jár az euró jegyzése, egészen pontosan 307 forinton jár most a bankközin az euró, 1 dollárért 268 forint 89 fillért kérnek, a svájci frank jegyzése viszont 289 forinton áll. Az euró dollár árfolyama szűksávban mozog egész nap, 1.14.18-nál jár most a jegyzés. A görög helyzet és az ukrajnai tűzszünet mellett itthon persze a holnapi Putyin látogatás okozza a legnagyobb izgalmakat. Hivatalosan annyit lehet tudni, az orosz elnök 16.45-kor egyezményeket ír majd alá Orbán Viktorral, ezután közös sajtótájékoztatót tartana. Az Index úgy tudja, hogy Putyin délután 2-kor érkezik, koszorút helyezel a Hősök terén, majd a Fiumai úti köztemetőben, és csak ezután találkozik a magyar miniszterelnökkel, este 19:30-kor pedig Áder János köztársasági elnök fogadja. A vs.hu pedig arról értesült, hogy milyen egyezményeket ír alá Putyin és Orbán. Első ránézésre komoly izgalom nem várható, egy oktatási és egészségügyi tárcaközi egyezményt szignálnak, egyeztetik a diplomáciai naptárt és a kazanyi magyar főkonzulátus megnyitásáról is aláírnak egy szerződést. Ma ismét egyeztetést tartott a Magyar Nemzeti Bank vezetése a legnagyobb hazai pénzintézetek vezetőivel. Matolcsy György minden hazai nagybank vezetőit asztalhoz ültette. Az eszmecserén többek között a növekedési hitelprogram kibővítéséről, a hitelezés támogatásáról, a devizahitelek kivezetésével kapcsolatos tennivalókról, valamint egyéb szabályozói kérdésekről esett szó a jegybank tájékoztatása szerint. Végül tegyünk egy kitérőt az árupiacra. A hetedik héten nem változott nagyot a magro.hu gabona indexe. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne változott volna az egyes gabonák ára. Itt van velünk Németh István, a magro.hu ügyvezetője, gabonapiaci szakértő. Üdvözlöm István, hogyan változott a héten a kukorica ára? Megismételni ezt a hallgatók, hallósok kedvéért, ezt nem hallottuk, ezt az információt. Remélem most már jobban hallanak. Igen, köszönöm szépen, tökéletes. Üdvözlöm a nézőket. Tehát a magro gabona indexet a hetedik héten három gabonaféle mozgatta. Ezek közül a kukorica, illetve az árpa ára csökkent. A kukorica kb. 0,5%-kal csökkent, így 42.930 forinton adták, illetve vették.
Volt valami érdekesség, úgy olvastam az elemzésükben, a határidős piacon, a kukorica árában. Mi volt ez? Az az érdekesség volt, hogy elég ellentétesen mozgott a kukorica határidős ára, attól függően, hogy a rövid távot vagy hosszú távot néztük. A március, illetve májusi lejáratra csökkent az ára, későbbi távlatokban pedig inkább növekedett a kukorica ára. Ez mi a helyzet a búzával? Hogyan változott az ára? A búza ára inkább növekedett, és ezáltal a malmi búzát már 54 ezer forint fölött adták, illetve vették. A takarmány búza ára is enyhén növekedett, 43.100 forintig erősödött fel. Németh István, a magro.hu ügyvezetője, köszönjük szépen, hogy ezeket az információkat elmondta nekünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, élő híradóval legközelebb délután 4 órakor várjuk Önöket, addig pedig olvassanak minket a privátbankár.hu-n, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.